Szóval itt vagyunk a semmi közepén. Csillag szakértő vagyok, ne szállozz, Girosz. Mit rosszalkodnak itt a sötétben? Fibi, ha még egyszer szemed a világítás. Oké, hogy kerültünk ide? Expozíció. Szóval az S23 készülékekkel hivatalosan is megjelent az Expert Raw alkalmazás, ami tulajdonképpen egy kamera a szteroidokon. Mindenféle mókás dolgot lehet vele csinálni, például tudunk RAW képeket készíteni, ami azt jelenti, hogy nem csak bután fotózgatunk a telefonnal, hanem egy széles skálán szerkeszthető képet kapunk a végén. Vagy például tudunk többszörösen exponált képeket csinálni, ami lényegében annyit csinál, hogy több képet lövünk egymás után, és ezeket mossuk össze a programmal. Így például ezekhez a remek hasad személyiség képekhez nem kell beülnöm a Photoshop elé, kb. 2 perc mókolás alatt készíthetek egy ilyen képet a telefonommal, bármiféle utólagos szerkezgetés nélkül. Számomra viszont messze a legérdekesebb funkció az asztrofotózás vagy csillagfotózás, amihez alapvetően 3 dolog kell. Egyrészt sötét. Ez megvolt. Másrészt egy eszköz, amivel hosszú ideig tudunk exponálni, azaz jó sokáig hagyni, hogy a remek-remek fény az égből beáramoljon a szenzorba, és láthatóvá váljon minden kis cuki csillag. Harmadrészt pedig egy hely, ahol nem világít az arcunkba 360 fokban a város, eltakarva ezzel a csillagok fényét. Ehhez kellett 100 kilométert utaznunk, úgyhogy össze is szedtünk egy videósokból álló csapatot, hogy március valószínűleg leghidegebb estén leutazzunk a puszta közepére, és lőjünk pár csillagfotót. Készen állok, csillagszakértő vagyok, ne szállozz, Girosz, mindent megoldunk. Szia, Erzsi. Szia. Szóval itt vagyunk a semmi közepén, kijöttünk hány kilométerre? Bármilyen civilizált 100 kilométerre. Szóval a fényszennyezés egy remek dolog, amit most Nessájál fog magyarázni nekünk. Így van, ahogy a lumenek ugye kiáramlanak az atmoszférába a nagyvárosok körül, teszi meg azt. A fránya lumenek elől menekültünk. Igen, itt jársz. El ide, a lumentelenség csarnokába. Igen. A festői, hol vagyunk? Jászapáti falva akaratja mellett. Itt setupoljuk fel az S23-akat. Mit rosszalkodnak itt a sötétben? Szóval, hogy van ott ez a kis csillagképikom, azzal tudsz fotókat csinálni. Aha. És itt be tudod állítani ugye ezt a hány perc legyen az expozíció. Éppen a tökéletes pozíciót próbálja megtalálni Dani, csillagfigyelő asszisztens. Nyomjátok. Ne szállj bele, vlogol a vlogunkba. Szerintem akkor mehet le a fény. Ezután vártunk, míg a telefon kiexponálta magát, és bum, végeredmény. Lett egy ilyen felhős, sejtelmes dolog, és lett egy ilyen clearebb, ahol végtelenül sok csillag látszik egyszerre. Ez nagyon jó. Csillagok. Viszont anyád, nézd. Anyám, ott, ilyen... ott van? Van olyan csillagkép? Your mom is so big. Szóval ott izé, göncöl szekér. Igen. Megfigyelhető mutasd, ezen a... Ja, igen. Értem a lényeget. Igen, ott az a kis göncöl látható. Ugyanoda mutattál, de... Sajnos több csillagot nem ismerek. Ezt tudtad, hogy ez könnyebb úgy megmutatni, hogyha az Expert Raw-ba élőben mutatod, és... Úristen, Krisz, az Expert Raw-ban... Amúgy csak szólok, hogy ezt tudja a Samsung Galaxy S23 Ultra. Szóval, ja, mókás kis este volt. Nyilván az asztrofotóval és az Expert Raw-val is bőven ki lehet többet hozni ennél, ez inkább csak egy ilyen kis első teszt, fánkodás volt, hogy mit tudunk ebből kihozni. És ezért mégiscsak ejtsünk pár szót arról, hogy pár éve ehhez a technikához még egy komoly felszerelés kellett. Most meg gyakorlatilag visszük a kis telefonjainkat, lenyomunk egy gombot, aztán idétlenkedve mémelünk pár percig, amíg a telefon magától lehoz egy Pinterest hátteret. Úgyhogy ja, ez most egy ilyen kis egyszerű vlogka volt. Hagytam egy linket az S23 a leírásban, amire mindenképpen nézzetek rá, és további jó létezést!